Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és nem, sajnálatos módon ez még mindig nem a Poppy Playtime Chapter 3-as végjátszásunknak a kezdete, hanem bizony küldtétek nekem, hogy a Mob Entertainment csatornára felkerült egy újabb videó. A legeslegjobb embernek küldtétek, innen is köszönöm szépen. Meg is érkezik Nyomozó Robert, és kiderít itt az összefüggéseket, meg minden. A legeslegutolsó videó ugye egy hónappal ezelőtt került fel erre a csatornára, abban brutálisan sok információt tudhattunk meg erről az egészről, és hát a játék még mindig nem jelent meg, de nekünk folyamatosan a kis leakeket adagolják. Hogyha egyébként örültök ennek az ilyen megfejtős videónak, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot már most, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha pedig valaki esetleg nem iratkozott volna még fel ide a gameplay csatornámra, akkor mégis mire vár, amikor pörgetjük itt a durvábbnál durvább dolgokat? Ugye az a videó, amit már láthattunk, az 1992-ből van, a most következőnk pedig 1995-ből a sztori szerint, szóval már eltelt egy kicsikét, több mint 3 év. Hát kíváncsi vagyok, hogy mégis mi lesz itt, de mi van Kissy Missyvel? Miért van nekünk oda kötözve? És nincs is leírásunk meg semmi, de szerencsére a videónk 4K, még akkor is, hogyha ilyen rossz minőségű meg old school. Írja is nekünk, hogy ne nézz tovább ezt a felvételt, és hogyha jól látom, van ám itt nekünk egy orosz, illetve egy német felirat is. Lehetséges, hogy ez is valamilyen utalás? És mondjuk az elátkozott játékgyárnak a vezetői között találhatóak német, illetve orosz személyek? Hát ki tudja, minden mindennel összefügg, próbálok nagyon, de nagyon összpontosítani. Nem tetszik ez az egész. Milyen nagyobb testekről beszél? Most ebből meg fogjuk tudni, hogy hogyan lettek bizonyos játékok olyan nagyok? Hát itt is van Kissy Missy. Az a neve, ugye? Ember! És mi para? A háttérben itt van Mami Longlegs, meg az a fura cucc, aki talán a Chapter 2-ben volt, neki nem tudom sajnálatos módon a nevét, de azon a részen rengeteget szívtunk, és egy csomószor megevett minket, de az a legeslegporább az egészben, hogy nézzétek meg, ameddig sötétben vagyunk, Kissy Missy egy kicsikét mozog. Meg sötétben, életben van, ahogy pedig felkapcsolja a lámpát, egyből bám átváltozik a játékká, meg a szoborrá. És minthogyha a felkapcsolás előtti 10 másodpercben még pislantott is volna egyet, nézzétek meg! Most nagyon, de nagyon gondolkozok itt a hatalmas nagy összefüggéseken, de minthogyha lett volna egy olyan minigém a játékban, amelyben csupán akkor szabadott haladnunk, amikor fény volt, mivel akkor volt biztonságos. Lehet, hogy a fényen ezek a dolgok egy kicsikét így össze fognak függni? De ő velünk jó fej volt, és segített nekünk a továbbhaladásban. Most pedig majd embereket fog ölni, vagy mi lesz itt? Mit műveltek vele? Meg az is elég érdekes, hogy folyamatosan az ott dolgozók kb. Úgy néznek ki, mintha backroomsban lennének, ugyanis olyan védőfelszerelésük van meg minden. Azt sajnálom, hogy a feje az nem látszódik, ugyanis arra lennék rettentő kíváncsi, hogy a fején van-e védőmaszk, vagy valami gázálarc. De tuti, hogy van, ugyanis láttunk már olyan előzetest is,
valamelyik chapterről, amelyben a Földön volt. Lehetséges, hogy valami furcsa vegyi anyagok vannak a levegőben az egész játékgyárban, és akár ezek a játékokra hatással vannak. Milyen összeesküvés elméleteket szövök itt, de hát azért vannak ezek a kis szivárogtatások, hogy elkezdjünk itt gondolkozni a dolgokon. Most ennek a szerkezetnek a segítségével nyújtották meg? Vagy nagyon vakon vagyok és félreértem? Csak oda kötözték? Hogy ne tegyen mondjuk senkiben sem kárt. De hogyha felkapcsoljuk a villanyt, akkor teljesen ártalmatlan lesz. Nagyon, de nagyon durván nézett ki ez. Kajakra, minthogyha ilyen backrooms-os felvételek lennének, azzal a különbséggel, hogy most bizony az elátkozott játékgyárban vagyunk. És választ kaptam most a kérdésemre, ugyanis mindegyik ott dolgozón gázálarc is van, hogyha jól látom. De mennyire beteg már, hogy egy békés kis barátságos játékgyárnak a színfalai mögött ilyen dolgok zajlanak. Nagyon, de nagyon nem volt békés. És most mit terveznek a testével? Annyira rossz érzetem van ettől a videótól. Mindjárt életre fog kelni? De miért kötözték ki oda? Aha, és nézzétek meg! Ez az a vonat, amely segítségével a Chapter 2-nek a végén hát megpróbáltunk elszökni, és amelyet a Poppy eltérített. Itt is van a kódunk, amely segítségével ugye sikeresen be tudtuk indítani a vonatot. Ez tuti, hogy az a vonat 100%. Tekerjünk csak vissza egy kicsikét. Amikor jön a vonat, az alagútnak a jobb oldalán nagyon, de nagyon halványan megjelenik egy felirat, amely nem más, mint talán The Hour of Joy. És ez mégis mit jelenthet? És az a legdurvább, hogy láthatjuk ott a jobb felső sarokban, hogy ez a 73. kamerának a kamera szöge. Mennyi kamera lehet akkor az egész játékgyárban? Brutálisan sok. Annyi rejtélyt rejt még számunkra ez az egész, hogy szerintem el nem bírjuk képzelni, hogy mégis mik lehetnek még itt, és akkor ennek a vonatnak a segítségével viszik Kissimissit, és most pedig, ha jól értettem, el fogják engedni? A szeme eddig is ilyen volt? Aha, eddig is ilyen volt. Jól van, nincsen semmi probléma. Vagy lesz valami baleset? Nagyon, de nagyon gyors ez a vonat. El fognak engedni a drótok, amelyek segítségével oda rögzítették. Minden csupa vér. És ahogy látjátok, most már bizony semmilyen drót nem tartja Kissimissit, és nézzétek meg, az ottani dolgozók mind halottak. Most először azon gondolkoztam, hogy vajon a lábánál is a dolgozóknak a maradványai láthatóak-e, de nem, hanem azok csupán a lábai, de rengeteg vér van itt. Hát mindenkivel konkrétan végzett. Egyre jobban várom a Chapter 3-at. A folytatás pedig elveszett. És itt ér véget a legdurvább résznél? Hát persze, hogy a legdurvább résznél ér véget. Mit fog tartogatni számunkra a folytatás majd a játékban? Meg miért akarták elvinni egyik helyről a másikra?
tisztában voltak vele, hogy nagyon, de nagyon veszélyes? Hát gondolom igen. És meg akarták állítani, de hát nem jött össze. Kissimissi állította meg őket. És most is szerintem az alagútban vannak. Nem tudták elvinni arra a helyre, ahova szerették volna. Annyi kérdést felvet ez az egész az emberben. Azon kattogok most, hogy vajon ennek köze van-e ahhoz, ahogy véget ért a chapter 2-nk? Mi van, hogyha Poppy intézte ezt az egészet? De nem, időben szerintem sokkal, de sokkal később járunk ott, mint ahogy ez történt. Hát nem találkoztunk semmilyen ottani dolgozóval. Brutálisan fura. A komment szekcióba mindenféleképpen írjátok le a ti gondolataitokat, illetve a ti ötleteiteket ezzel az egésszel kapcsolatban. Az biztos, hogyha jön a chapter 3, akkor mindenféleképpen folytatni fogjuk a végijátszásunkat. Ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm a figyelmet. Hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban. Hogyha pedig esetleg nem nyomtad volna be még a csengőt, akkor kérlek tedd meg. Ugyanis akkor elvileg nem fogsz lemaradni egyetlen egy új videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!